Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a kapcsolat kettőjük között? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Piros számára. Kedves Piros, üdvözöllek téged, te egy nagyon kellemetlen helyzetben vagy. Van, vagy volt egy férfi az életedben, akit te szerettél, de egy hölgy, akiben te megbíztál, elszerette ezt a férfit. És most feltesszük a kérdést, hogy mi a kapcsolat kettőjük között. Ez a kártya mutatja ezt a hölgyet, a jelenlegi helyzetet. Ez a virág azt jelenti, hogy ez a hölgy nagyon tudja irányítani a dolgokat. Mester ezen a területen, és biztos abban, hogy ő ezt a férfit megkapja, meg is tudja tartani. Ő nagyon hisz benne, és most megtekintjük az ő kártyáját, a te volt szerelmednek a kártyáját, és ezt mutatja itt ez a pipacs, és a pipacs azt jelenti, hogy elalszik. Ő lassítani fogja az eseményeket, visszahúzódik, nem lesz köztük vita, nem így fognak elválni. Én úgy gondolom, hogy ez a férfi fél ettől a nőtől, és óvatos, így visszahúzódó, és ő lassan eltávolodik tőle. Mi az, ami kettőjüket összeköti, azt mutatja ez a virág. Minden olyan kicsi marad. Ebből nem lesz egy nagy szerelem. Ebből nem lesz párkapcsolat, mert ez a férfi nem akarja őt. Akkor is, ha ő hiszik ebben. Milyen lépéseket fog tenni ez a hölgy? Vagy mi várható rá a következő 3 hónapban, ezt mutatják itt ezek a virágok. Ez a virág azt jelenti, hogy szeret, nem szeret, szeret, nem szeret azt, amit mi, mint kislányok játszadoztunk. Ez egy ilyen orákel. Tehát a szerelemnek az orákelje, és most megkérdezzük, lehet, hogy ő is megkérdezi a kártyákon keresztül, hogy szeret, nem szeret, és mi a válasz itt? Az ő élet útján fog találkozni egy másik férfivel. Tehát nem ez a nagy szerelem, hanem ennél a hölgynél kialakul egy új párkapcsolat, ezt a választ adta ez az orákel. És hogyan tovább? Ez a virág azt jelenti, itt valami keserű. Keserű érzések, vagy ez a helyzet számára nagyon keserűnek tűnik, szomorúnak, és könnyezik. És ez az utolsó kártya itt a nehézségekre utal. Ő nem fogja könnyen áttenni magát a dolgokon, akkor is, ha egy másik férfi belép az életében. Ennek a hölgynek mások voltak a tervei, ahogy kialakul, az neki nagyon keserű lesz. De neked is keserű volt, mert te is sírtál. És mi várható ennél a férfinél? Ezt mutatják itt ezek a kártyák. Az első kártya az a gyermekekre utal, vagy gyermekkori emlékekre, de szimbolizál egy új kezdetet is.
A következő kártya mutatja a nehézségeket. De ő óvja magát, ő védi magát, ő vissza fog ettől a hölgytől húzódni. És itt a következő kártya az annyit jelent, hogy ez a hölgy állarcot mutatott, nem a valóságot. Az is lehet, hogy hazudozott, és az a férfi annak idején ezt mind elhitte. De a következő hónapokban rá fog arra jönni, hogy ez a hölgy hamis, és ő védi magát, visszahúzódik tőle, és ez az új kezdet lehet egy kezdet kettőtök között is. Én most megkérdezem az Ingát. Lesz ebből egy párkapcsolat? Igen, nem, vagy minden olyan bizonytalan? Ha az Inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, ők nagyon jól megértik egymást. Lesz egy barátság, vagy egy párkapcsolat. Ha az Inga balra fordul ki, az azt jelenti, ez a férfi lezárja ezzel a hölgyel a kapcsolatot. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Az Inga balra fordult ki, és az azt jelenti, ő lezárja ezt a kapcsolatot ezzel a hölgyel. Kedves Piros, így tudtam ezt a jóslást elmondani, és most áttérek az asztrológiai területre. Kedves Piros, most áttérünk az asztrológia területére. Itt láthatod a tűz elemét, a föld elemét, a levegő elemét és a víz elemét. A tűz eleméhez tartozik a kardinális jegy, mégpedig a kos, aztán jön a fix jegy, az oroszlán, és a változó, az pedig a nyilasok jegye. Áttérünk a föld elemére, a kardinális jegy az a bak jegye, aztán a fix az a bika jegye, és ezt követi a szűz jegye, a változó. A levegő eleménél a kardinális jegy az a mérleg, a fix az a vízöntő, és a változó az az ikrek jegye. A víz eleménél a kardinális a rák, az dominál, a kardinális jegy dominál az elemek felett, a fix az a szkorpión, és a változó az a halak jegye. Én kezdeném azzal a férfival, akit te szerettél, vagy még mindig szeretsz. Az ő napja a halak jegyében van. A víz elemében. Ő nagyon érzékeny, ebben a jegyben kettő hal van, mint ahogy a csillagképben is. Egy déli és egy északi hal, Alpherg, az a csillag, ami összeköti őket. Az egyik irány az a félelmek vagy bizonytalanságok, a másik irány az magabiztosságra utal. Ő választ, hogy melyik irányban tekint, és milyenek az érzései. Lehetnek félelmei, de az is lehet, hogy a másik irányt választotta, és nagyon megbízik magában, és az életben is. Az ő holdja a nyilas jegyében van, ő fél hold napján született, és az azt jelenti, hogy a nap, a hold és a mi földünk összeköttetésben áll, de ilyen nyugtalanságokat vált ki bennünk. Hiányzik valami. Ezt úgy tudom elmagyarázni, most
az ő horoszkópjában, mint példa, a nap a halak jegyében, a víz elemében van, a földünk az ő születési pillanat, a földünk abban a pillanatban, amikor ő született, a szűz jegyében, tehát a föld elemében volt, és a hold a nyilas jegyében, tehát a tűz elemében. Itt van a föld, a tűz és a víz, hiányzik a levegő eleme. Ezt ő kívülről kapja meg. Ez utal a könnyűségekre és a kommunikációra. A Mars bolygó, ami az ő erejét és a férfiasságát szimbolizálja, a Mars bolygó nála a bika jegyében található, az azt jelenti, ő élvezi az életet, ő élvezni akarja a párkapcsolatot is, de neki fontos az érték, és ő azt birtokba szeretné venni. Nem csak a vagyoni dolgok, hanem gyakran a társnőt, mint birtokát látja, vagy így érzi, és hajlamos arra, hogy féltékeny legyen. Merkur bolygó nála a halak jegyében van, a víz elemében. Merkur bolygónál a kommunikációról, meg a tettekről is van szó. Merkur bolygója visszatekintő. Ez azt jelenti, ha döntéseket kell, hogy hozzon, vagy ki kellene mondani a véleményét valamiről, vagy valakiről, akkor először visszahúzódó, elgondolkozik azon, mit közöljön, mivel a víz elemében van Merkur, nem szeretne senkit megsérteni, az is lehet, hogy félelmei vannak azt kimondani, amit szeretne, vagy érzelmekről beszélni. Jupiter bolygó az a nyilas jegyében van, Jupiter hoz szerencsét, de Jupiter bolygó mutatja a belső napunkat, a belső nagyságunkat, és ezt ő akkor érzi át, ha a nyilas jegyére figyel. A nyilas jegye mutat külföldi kapcsolatokat, vagy egy utazást, ez lehet egy belső út is, és mivel ez a nyíl a nyilas jegyében mutatja a tejút központját, az pedig azt jelenti, hogy amiről mi álmodozunk. Az kell, hogy legyen a cél. Így tudom spirituálisan ezt elmagyarázni. Vénusz bolygó nála a bika jegyében van, hasonlóan hat, mint Mars bolygó. Ő keresi a nyugalmat, a jólétet a párkapcsolatban. És annak örül, ha minden olyan nyugalmasan történik. Szaturnusz bolygó szintén a bika jegyében van, az azt jelenti, hogy van egy kármikus kapcsolat, de Szaturnusz bolygó meg is leckészteti őt a szerelmi élet területén, de ez nem a későbbi évekre vonatkozik, hanem a fiatal korára. Itt vannak az emlékek, és bizony nem olyan szépek ezek az emlékek, mert Szaturnusz bolygó hatása alatt itt korlátozásai voltak. Uránusz bolygó a szűz jegyében van. Uránusz bolygó kihat a változásokra. Ha nem mozog a szűz jegyében egy bolygó, akkor ez nyugszik. De ha jön egy másik bolygó, és eléri ezt a pontot, ahol az ő születési horoszkópjában Uránusz bolygó van, akkor mindig vannak változások. A szűz jegye is kihat rá. Itt van egy ilyen gyógyító hatás, de az is, hogy az életét rendbe tegye.
Neptun bolygó a Szkorpión jegyében van. Neptun mutatja az álmokat, a fantáziáját, amit át szeretne élni, de ebben hinni kell. Mivel Neptun bolygó, visszatekintő, ez utal a múltjára, vannak itt kármikus témái is. Plutó bolygó, az szintén a szűz jegyében. Plutó mutatja a belső erőt, mert azt is erre kell, hogy koncentráljon, hogy az életét rendbe tegye, vagy a gyógyító hatás, annak is lehet egy jelentősége. Most a két holdcsomó. A lefele mozgó holdcsomó mutatja a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Nála ez a rák jegyében van, a víz elemében. A rák jegye szimbolizálja a családot, és a víz eleme az érzéseket. Rahu az a felfele mozgó holdcsomó, és mutat egy sorsutat, amit az ő lelke kiválasztott, mert pontosan ez kell, hogy legyen, mert ez szabadítja fel a kármikus témáktól. Itt akkor fellélegezhet, na végre előre mozognak az események, a mi földünk, itt Gaia, istennő szimbolizálja a földet, a mi földünk, a mi bolygónk azon a napon, amikor ő született, a szűz jegyében volt. Ez mutatja a biztonság érzetét, és ezt ő a szűz jegyétől kapja meg. Ha az életében minden rendben van, kicsit visszahúzódó, nem kell, hogy elsiesse a dolgokat, és a gyógyító hatás. Chiron az egy kis bolygó a Szaturnusz és az Uránusz bolygó között. Chiron az egy gyógyító isten, a nap nevelte őt fel, és Chiron, ez a kis bolygó, mutatja, hogy hol fáj, hol vannak testi vagy lelki sérüléseink, de nyújtja a gyógyulást, a gyógyító erőt. Az is lehet, hogy valaki ezt mint hivatást választja. Nála Chiron bolygó, oda kis bolygó, itt a kos jegyében van. Most megnézzük azt a hölgyet, akivel ő kapcsolatban áll. Ennél a hölgynél a nap a rák jegyében van. Tehát itt ezen a kármikus csomón. Itt van egy ilyen kármikus téma, és ez a múlttal áll összeköttetésben. Ennek a hölgynek a holdja a mérleg jegyében van, neki fontos a belső nyugalom és a kiegyensúlyozottság, viszont ez a hölgy egy fél hold napon született, ugyanúgy, mint ő, mint ez a férfi, és ez egy belső feszültség. A hölgy horoszkópjában a nap a rák jegyében van, tehát a víz elemében. A mi földünk volt a kos jegyében, tehát a föld elemében, és a holdja a mérleg jegyében, tehát a levegő elemében. Nála hiányzik a tűz eleme. Mars bolygó a Szkorpión jegyében. Ha ez a hölgy szerelmes, akkor itt mély érzésekről, de gyakran fájdalmakról is van szó. Merkur bolygó
a rák jegyében, ami érdekes, hogy Merkur bolygó eléget. Ez az eléget Merkur, így nevezzük az asztrológiában, azért van, mert a nap és Merkur bolygó annyira közel van, hogy a nap fénytől Merkur nem látható és nem érezhető. És ez nála belülről így van. Merkur bolygónál témák vannak, mint a kereskedelem, vagy a kommunikáció, és neki belülről az az érzése, hogy senki nem figyel oda rám, meg nem hallgatják azt meg, amit ő közölni szeretne. Viszont ez a napsugár annyira fontos számára, hogy a középpontban legyen, hogy így a háttérben hat ez a Merkur energia. Tehát ő nem direkt mondja azt, amit szeretne, hanem így a háttérben, a hátad mögött. Jupiter bolygó a szűz jegyében inkább olyan visszahúzódó. A szűz jegyében születettek nem is akarnak a középpontban lenni. Jupiter bolygó pedig szeretné az ő nagyságát mutatni. Itt is van nála egy belső feszültség, mert a szűz jegye az inkább olyan visszahúzódó, viszont Jupiter szeretné, vagy ő belülről szeretné ezt a belső napot kisugározni, és a középpontban lenni. De mivel érzi ezt a belső feszültséget, nem tudja hogyan. Hogyan tudna középpontban lenni, hogy mások figyeljenek rám. Vénusz bolygó a bika jegyében van. Ön hasonlóan hat, mint ennél a férfinél, tehát ő élvezni szeretné a szerelmi kapcsolatot, viszont az anyagiak, azok is nagyon fontosak a számára, mert a bika jegye szimbolizálja a pénzt is. Szaturnusz bolygó a kos jegyében. A kos jegye bátor, előre halad. Szaturnusz viszont visszahúzza, visszafogja őt, mert itt vannak neki a leckéi. Szaturnusz bolygó hatása alatt korlátozásokat is átélünk, különösen fiatal korban. Uránusz bolygó a szűz jegyében, hasonló, mint nála. Neptun bolygó a Szkorpión jegyében. Hozzá kell tennem, hogy ezek a külső bolygók, Uránusz, Neptun és Plútó, ezek lassan mozognak, tehát ugyanott van, akik ebben az években születtek. Plútó bolygó az oroszlán jegyében van nála. A mi földünk, ami a biztonság érzetét szimbolizálja, azon a napon, amikor ez a hölgy született, itt volt a kos jegyében. És Chiron, ahol neki is fájdalmai vannak, és kell ez a gyógyító erő, nála is a kos jegyében van. Van egy kis hasonlóság a kettőjük horoszkópja között, viszont nagyon sok a feszültség is. És én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat, ez még több feszültséghez vezet, és itt mindkettőjük számára kell, hogy egy ilyen gyógyuló erő jöjjön kívülről. És ha ők szakítanak, akkor az mindkettőnek fájdalmas lesz, és kell egy új kapcsolat, hogy egy gyógyító erő
ezzel a gyógyító erő hatásával át tudják tenni magukat a helyzeten. Kedves Piros, így tudtam ezt a két horoszkópot összehasonlítani. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!